Üdvözlet mindenkinek itt az infobaba.hu weboldalon. Ezúttal a trans nemű nőkről lesz szó, vagy trans nőkről. Számos témát meg fogunk nézni, az egyik az, hogy a sportban szerepük milyen lehet, hogyan alakítja ez át majd a nőknek a sportját, meg úgy általánosságában véve a sportvilágot. Majd megnézzük, hogy a trans azok menstruálhatnak-e, illetve hogy az ezzel kapcsolatos termékek reklámfilméiben és reklámanyagaiban hogyan szerepelnek, ez az, amiről szó lesz ezúttal, mielőtt nekivágnánk. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo útja néven, a TikTokon, Instagramon, Youtube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig legjobb valószínűleg, hogyha elkezdjük ennél a karakternél, ő egy új zélandi súlyemelő, a súlyemelő nő és Laurel Hubbard néven fut. 43 éves volt, 2020-ban, súlyemelő karrierje pedig 2017-ben kezdődött, úgyhogy 15 évet kihagyott, és visszatért ugye 2017-ben 2018-ban pedig már a nemzetközösségi játékokon is részt vett. Mivel az Olimpiai Bizottság jóváhagyta az ő szereplését, ezért 2020-ban. Az olimpián is szerepe létezik egy igen erőteljes politikai nyomás, hogy a törvényhozók engedélyezzék ezeknek a transz nemű atlétáknak a sportban az általuk választott nemben való szereplését. Amerikában már léteznek törvényjavaslatok, amelyek a transz lányok és a transz nők sportban való részvételét hivatottak támogatni. Annyira abszurd az egész gondolatmenet, hogy nem is tudom, hogy el lehet ezt magyarázni azoknak, akik azon keveseknek, akik még normál gondolkodással élnek ebben a világban, de amikor egy férfi eldönti azt, hogy ő nőként akarja élni az életét, illetve hogy egy rossz testbe született nő, ő valójában lehetősége nyílik arra, hogy tesztoszteron blokkoló termékeket használjon, készítményeket, gyógyszereket, amelyek anti-androgén hatásúak, tehát nőiesítik az embert. Mindemellett még persze ösztrogént is használnia kell, és hogyha megfelelő szintre tudja elindítani, illetve eljutatni a tesztosztálon szintet, akkor az olimpiai bizottság engedélyezi ezeknek az embereknek, hogy részt vegyenek az általuk választott nem sporteseményeiben. Hogy mennyire bizarr gondolkodásmóddal rendelkezik a világ és azok számára, akik tudományhívők, hogy mennyire elrugaszkodott a valóságtól még az úgynevezett tudomány is. Ada Chung, endokrinológus, akinek feladata ugye a belső elválasztású mirigyeknek a vizsgálata és a hormonoknak, ő a szakértője, a Melbourne Egyetemről azt írta, hogy nem rendelkeznek semmiféle előnnyel a transz nők, a normál nők képest, sőt legtöbb esetben a nők nem is érdekli az, hogy ezek a transznők részt vesznek ezekben a sport eseményekben. Térjünk vissza Laurel Hubbardhoz, 1978-ban született Új-Zélandon, ez Wikipedia, de akit érdekel, az utána nézhet részletesebben is. Most csak, hogy mennyire nem rendelkezik ez az ember előnnyel, 15 évet hagyott ki a karrierjéből, visszatért az olimpiai játékokra 2020-ban, és hetedik helyez helyezést érte a három évedzés után. Persze hát ő 131 kiló, nem tudom, hogy nők versenyeznek-e ilyen testsúlyjal, hogy mennyire nem rendelkeznek semmilyen előnyjel. A 2017-es Anaheimi súlyemelő világbajnokságon ezüstérmes lett abban az évben, amikor visszatért a versenyzéshez. Ugyanebben az évben az Ausztrál Nemzetközi, illetve az Ausztrál nyitott súlyemelő versenyen, a 90 pluszos kategóriában mindkét helyen aranyérmet szerzett. Most azt még arra felhívnám a figyelmet, hogy 123 kg volt a szakítás, 145 kg itt ezen a versenyen, ahol aranyérmes lett a, a lökés, és 98-ban junior kategóriában ő már 135 kilónál járt szakításban, és 170 kiló lökésben. Junior kategóriában ő többet emelt, mint amennyit a felnőtt nők között. 145-tel aranyérmes lett, míg juniorban 170 volt az ő egyéni csúcsa, 123-mal aranyérmes lett itt szakításban, 2017-ben 98-ban 135-ot a szakítás, szóval ennyit arról, hogy hol van a női sport a férfihoz képest. 2018-ban ki kellett hagyni a nemzetközösségi játékokat, 2019-ben azonban a Pacific Games Samoában, Két aranyérmet nyert, hét, az tényleg ez az egész ilyet És utána 2020-ban ez elképesztő tényleg. Rómában a világkupán aranyérmet nyert a 87 kg-on fölöttiek között. <laughs> Nem is hiszem el, hogy ez a valóság, amiben élünk, ahol oh, férfiak, nők, férfiak női súlyemelésben versenyeztek. Ki az, aki komolyan azt gondolja, oh, hogy ő súlyemelő volt? Ez egyszerűen elképesztő tényleg. Nyilván egy józon gondolkodású ember nem hiszi azt, hogy egy férfi a nők között versenyezve, akármilyen formában is ez fair, de hogy mennyire abszurd az egész. Mikor bekerült az olimpiai csapat, Új-Zéland olimpiai csapatába 2021-be, ő volt a legöregebb olimpiai súlyemelő. Ezzel az életkor 42 éves volt, azt hiszem, akkor 87 plusz kilogramban. A nők között egy férfi a legöregebb. Világos, szóval akkora a különbség a férfi meg a női sport között, hogy egy 42 éves férfi, 15 évet kihagy súlyemelésben, még utána beverekszi magát az olimpiai csapatba úgy, hogy megnyer minden versenyt közben az odavezető úton szinte. Hát ezt nem hiszem el. Összességébe véve ő volt a negyedik legöregebb olimpiai súlyemelő, és az olimpia egyáltalán nem sikerült úgy neki, ahogyan azt tervezte, azt nyilatkozta utána, hogy alig, hanem kiöregedett ő már ebből. A következő, akit be akarok mutatni, az Lia Thomas. Ő itt a bal oldalon látható, gondolom ezt kitalálta mindenki. Lia Thomas férfinak született, és aztán most már nőként éli tovább az életét. Az Insider beszámol arról, hogy két olimpiai érmest vert meg az NCAA bajnoki címért. Ez 500 járt, gondolom ez nagyjából 400 méter, de pontosan nem tudom, a lényeg az, hogy a 2020-as ezüstérmest, illetve az atlantai aranyérmest verte meg Lia Thomas, hogy megszerez az első helyet. Ez már itt Magazine.com és azt tudhatjuk meg innen, hogy Lia Thomas mielőtt elkezdett versenyezni a nők között, 554. volt, a 200 méteres gyorsúszásban. Férfiak köztermészetesen, amint átkerült a női ligába, onnantól kezdve ő lett az egyik legjobb. Egy <coughs> 1500-as gyorsúszásban pedig az egyik valaha legjobb időt érte el a nők között. A tranzíció, vagy ugye a nem átalakítás, vagy átalakulás folyamat. Kezdete előtt a legjobb ideje 100 méteres gyorsúszásban 47.15 volt, míg ezen a versenyen, ahol nyert 47.37, ami azt jelenti, hogy mindössze két tized másodperccel rosszabb az ideje. Effektíve egy férfi úszik a nők között. Ja. Még egyszer a rangsorolást. 554. volt 200 gyorsan, 65. volt 500 gyorsan, ez férfi, és 32. ezen az 1650 gyorsan, míg nők között ugyanez 554. ről 5. lett, 65. helyről első lett, és a 32. ről 8. lett. A következő CC Treffler, ő is ő, nőként versenyez. A lényeg itt talán csak annyi, amit kiemelnék, hogy 2016-ban 390. volt a férfi ranglistán egyetemi atlétikai csapatban, 2019-ben nőként egyetemi bajnok lett 400 gáton. 390. volt a férfi ranglistán, és nőként három évvel később már bajnok lett gáton. De ki is gondolja azt, hogy ez valaha egyenlő, egyenlő küzdelem lesz férfiak és nők között. Ezek az eredmények csak egyértelműen magukért beszélnek, és demonstrálják, hogy a világ az megőrült. Mindeközben természetesen a női sportolóknak egy jelentős része fel van háborodva ezen, és könnyedén és teljesen jogosan érezheti azt, hogy a szabályok cserben hagyták, és a fair play-t már elfelejthetjük legalábbis, ami a női sportot érinti, sőt, szerintem az egészet úgy, ahogy van, ugyanis, hogyha növekedni fog a transz nők száma a női sportban, akkor a nők gyakorlatilag fel is akaszthatják a cipőjüket a szegre. Sok babér ugyanis nem fog teremni nekik. De itt még nincs is vége az őrületnek, ez most gbnews.uk arról számolnak be, hogy mekkora ellenállásba ütközik különösen a nők részéről. Az a tény, hogy transznők, az a tény, miszerint transznők különféle menstruációval kapcsolatos termékek Reklámiáért kompenzációt kapnak, illetve abban szerepelnek, mint például itt is láthatjuk. A tampongyártók ugyanis befogadóbbak, inkluzívabbak szeretnének lenni, ezért transz nőket is szerepeltetnek már a reklámjaikban. Most ezt gondolom nem kell senkinek elmagyaráznom, hogy ez egy férfi, tehát neki soha nem lesz menstruációval kapcsolatos problémája, Elnök ellenére a világban most ott tartunk, hogy ő az, aki reklámozza ezeket a termékeket. Sőt, ez a karakter Dylan Malveni, ugye már lányként, lányként, nem nőként, lányként éli az életét, és a táskájában rendszeresen hord magával tampont, és osztogatja ki azoknak a nőknek, akiknek esetleg kell, most, hogy ez mennyire népszerű a nők körében, azt nem tudom, de a betegség, hogy milyen súlyos a világban, az talán ez demonstrálja, hogy férfiak tamponnal a táskájukban járkálnak. Ha valaki azt gondolná, hogy ez csak egy őrült, és kit érdekel, hogy mit csinál ez az ember a TikTokon, Dylan Mulvaney egyébként egy sztár lett rövid időn belül, ugyanis a TikTokon dokumentálja a lányá válásának a folyamatát, kislányá gyakorlatilag nem is nővé, hanem ő életét most már úgy éli, mint egy kislány, és ebből gyakorlatilag odáig jutott, hogy meglátogathatta és beszélhetett Joe Biden-nel a Fehérházban, Amerikában. A Daily Citizen arról számol be, hogy a transz nemű kislány Dylan Mulvaney meglátogatja a Fehérházban Joe biden és beszélget a trans jogokról. Azt akarja nekem valaki mondani, hogy nincs ez a folyamat valamilyen módon manipulálva és irányítva, hogy lehetséges az, hogy ez az ember 600 ezer követőre tesz szert az Instagramon, és 8,4 millió a TikTokon 226. napja csinálja ezt a naplót, és 8,5 millió követője van. Nem mondja nekem senki, hogy ez egy organikus folyamat, ami történik a közösségi médiákon. Ez az egész egy hatalmas, nagy művelet, amit a titkosszolgálatok a háttérből irányítanak, annak érdekében, hogy manipulálják a társadalmat. Múlt héten a 25 éves lány, óriás hullámokat keltett azzal, hogy megjelent egy YouTube interjúban, melynek címe a leányság szépsége, mely természetesen a leányságról, illetve a nőiességről szólt, és az Ultra Beauty Gender Fluid műsorvezetővel David lopez beszélgetett. Ez a gender fluid, ha valaki nem értené, ez az, amikor az embernek a neme, az változik annak megfelelően, hogy milyen kedve van fluid, úgy, mint hogy változékony. Egész véletlenül a 222. napon látogatja meg Joe biden a Fehérházban, 222. napja ez ugye az ő naplójának, így érti ezt, és elmondja ebben a rövid videóban, hogy mennyire izgatott, hogy végle uh, lát, találkozott az elnökkel.

olyan, mint egyfajta paródia lenne. És az érdekes az egészben az, hogy ők harcolnak azért, hogy a nemek az csak egy társadalmi konstrukció, és ez nem valamiféle örökletes dolog. Ennek ellenére ő a naplójában pontosan a sztereotípiákat erősíti meg, ahogyan az ember elképzelné a kislányt. Szóval az egész gondolatmenet aberrált, és ez azért van, mert a hazugság, azt nem lehet hosszú távon kivitelezni, anélkül, hogy az ember ne kerülne összeütközésbe az egész folyamattal, amit ő végez, meg a saját cselekedeteivel, vagy beszédével, viselkedésével, valósággal tulajdonképpen. Young America's Foundation azt írja, hogy Biden meghívta azt a férfit, aki egy kislányként azonosítja magát, hogy transz neműek problémáit beszélje meg a fehérházban. Itt van még egy rövid bejátszás, ez szintén Dylan mesél, ez a 20. nap, ha jól hallottam. Hello, I'm in my canopy bed, and it's day 20 of being a girl, and today is the trans day of visibility. Can you see me? Um, I have never felt this visible before. Azonban, ha még mindig nem világos valakinek, hogy ez az egész csak meg van bundázva, hogy úgy fogalmazok, hogy a lapok cinkelve vannak, hogy jutott el a fehérházba egy ilyen karakter? Minek kell történni a világban ahhoz, milyen problémákkal küzdünk? Végefele jár a világ háborúban, éhinség, üzemanyag üzemanyaghiány, mindenféle energia, árak emelkednek, infláció, a környezet állítólag összeomlik, és közben egy férfi, aki kislányként éli az életét, tárgyal az amerikai Egyesült Államoknak az elnökével.

És ezek az emberek itt kénytelenek úgy ülni ott, mintha ez valami komoly megbeszélés lenne. Nem is tudom elképzelni, hogy, hogy senkinek ott nem, nem belül nincs az a felháborodás, vagy esetleg röhögő inger, hogy. Mi is az, amit csinálunk itt, egy felnőtt férfi kislánynak képzeli magát, és ezeket a videókat nézegetjük, és ő fog beszélni, hogy milyen törvényeket szeretnének ez a közösség, amely 0,1%-ából a társadalomnak tevődik össze. My name is Dylan Mulvaney. I am a trans woman and I am documenting my transition publicly on TikTok for the world to see. When people started watching and the numbers kept getting higher, I realized quickly how public my transition would be. Of course, I knew that there would be backlash and negativity. I try to not let the internet's words hurt me or my spirit. But do you know what does hurt? Seeing people in power and authority figures creating laws and bills that are actively trying to harm us trans humans. Vajon mit gondolnának erről 100-200 évvel ezelőtt az emberek, hogyha azt látnák, hogy a technológiai fejlődésnek a csúcsán az emberiség ilyenekkel foglalkozik, hogy egy férfi kislánként éli az életét, és mi tőle kérünk tanácsot? Hogyha visszamennénk, visszautaznánk az időbe, nem is tudom, hogy hogy az, nem azon nevetek így rajta, hanem remélem más is érzi ennek a komikus élét ennek az egésznek. Egyszerűen csak felfoghatatlan számomra, hogy miknek kellett történnie a történelem során ahhoz, hogy mi idáig jussunk, hogy ez, ez elfogadott legyen, és olyan szinten elfogadott legyen, hogy a fehér házban és a televízióban ezt közvetít. Ez valahogy nagyon-nagyon nehéz számomra feldolgozni, hogy a, a történéseknek milyen sorozata a el odáig, hogy, hogy, mi most itt tartok. Especially trans children. Our lives have become political talking points. Lawmakers in many states want to exclude us from participating in sports or getting proper health nem akar senki azt, hogy ne vehessenek részt a sportban. Azt szeretnék, hogyha a férfiak nem versenyezhetnének a nőkkel. Mindössze ennyit akarnak, ami szerintem fair. Nem arról van szó, hogy nem használhatják a fürdőszobát, vagy a mosdót, arról van szó, hogy férfiak nem mehessenek be a női öltözőbe, és akkor ott kezdjenek el vetközni. Még akkor is, ha tegyük fel a társadalom egy részét, már ez nem botránkoztatná meg. De még mindig vannak emberek, akik hisznek valamiben, akiknek van egy erkölcsi mércéjük, ami szerint próbálnak élni, tegyük fel ez a biblia, ők nem engedhetik meg maguknak azt, hogy mesztelen nők, meg férfiak között ott rohangáljanak. Világos, hogy a, a lényeg az, hogy minden, ami jó, minden, ami nagyszerű volt eddig, az most már gonosz és, és ellenkezőleg is természetesen. Mikor pedig az egészségügyről beszél, akkor mind azokról a kezelésekről van szó, amikkel együtt jár egy ilyen tranzíció, hogy egy férfiből nő lehessen. Nem tudom, hogy mi közön van nekem ahhoz, hogy én fizessem másnak ezt a hóbartját. Épp elég más embernek fizetjük mi a társadalom biztosítását, nem hogy még ilyenekre is azt elköltsék. Szóval nem arról van szó, hogy nem akarja valaki, hogy ők éljenek, arról van szó, hogy nem akarja a többség, hogy az ő életüket befolyásolja valakinek ez a pszichózisa. És közben úgy viselkedik egy felnőtt férfi, mint egy kislány és be van púderezve, hogy úgy nézzen ki, mint egy kisgyerek. És ő az, aki beszélget az Egyesült Államok elnökével, és aki tanácsot ad neki potenciálisan a törvényjavaslatok, illetve a törvényhozással kapcsolatban. Danger, because of who they are inside. That's why I'm sharing my story with the world. I'm using my platform to stand up for my community and for any of the little Dylans that deserve a clear path to their true identity. És amikor felmerül az a kérdés, hogy az állam vagy a kormány van-e joga ennek beleszólni a nemi átalakító procedúrák menetébe, egyáltalán bármilyen módon is, arra a kérdés, hogy Joe Biden a következő választ adja. Do you think states should have a right to ban gender affirming health care? I don't think any state or anybody should have the right to do that. As a moral question and as legal question. Szóval senkinek nincs ebbe beleszólása az állam részéről, és még azt mondja, hogy sem erkölcsi, sem pedig jogi szinte. Erkölcsi, erről beszélnek, erkölcsről beszélnek ezek az emberek. I just think it's wrong. You know, I think I was saying before we started that my son, my deceased son, used to be the Attorney General of the State of Delaware. He passed the most, the broadest piece of legislation he as attorney general uh, was able to convince the legislature and the governor to sign that dealt with uh, all gender affirming capabilities. i mean, there's a lot of, you know, you sometimes they try to block you from being able to access certain medicines, being able to access certain procedures and so on. Nem tudom, hogy ez komoly el, vagy sem, de a South China Morning Post azt írja, hogy trans nemű menstruáció. Vannak férfiak, akiknek van menstruációja, és olyan nők, akiket nincs. A menstruáció sokak számára tabu téma, és a trans nemű, valamint a nem bináris emberek számára különösen kínos lehet. Az aktivisták szerint több oktatásra van szükség. Júniusban a Cancer Research UK azt írta, hogy ez rák szűrés, illetve rák betegséggel kapcsolatos teljes körű ellátással foglalkozik az Egyesült Királyságban a Cancer Research, hogy a méhnyak szűrés minden 25 és 64 év közötti ményakkal élő számára releváns. Tehát nem nőket írtak, hanem azt hitták, hogy mindenki. Ez a nyelvválasztás mindenki helyett nők. A jótékonysági szervezet szándékos kísérlete a befogadó szerepre, vagy van egy másik ehhez hasonló szerveződés, ez a Bloody Good Periods, azaz nagyszerű periódus, vagy menstruáció szintén egy ilyen szociális tevékenységet folytató vállalkozás, amely a menedékkérők számára egészségügyi védelmet nyújt Nagy-Britanniában, és azt mondta, hogy a menstruálók kifejezést használják mostantól inkább a nők helyett. A, a Period Isle internetes magazin 6 transznemű nővel készített interjút, közül Mia azt mondta, hogy nagyon zavaró az az érzés, hogy gyereket szeretnél, miközben nem tudsz gyereket vállalni. Persze, hogy nem hiszem férfiak, akik ugye nőként élik az életüket, és azt mondja, hogy ez hasonló a nők részéről, akik ugye terméketlenek és szintén nem tudnak gyereket vállalni, ugyanazt érzik valószínűleg ők is, legalábbis szerinte. Ez azt nyilatkozta, hogy őt szintén nagyon bántja, hogy nem tud gyereket vállalni, és mikor feleségével tervezgették a családot, akkor még nem volt annyira érdeklődő ez ügyben, azonban mikor a felesége terhes lett, most már ő is nagyon vágyik arra, hogy bárcsak neki is lehetne gyereket tesz, ugye férfiként éli az életét, és van egy felesége. Megan úgy érzi, hogy ő lemaradt valamiről, hiszen neki szintén nem lehet gyereke, azonban a feleségével már van három közös gyermekük, vágyakozik arra, hogy bárcsak ő is terhes lehetne. Aurélia szinte megszállott lett a periódussal, illetve a menstruációval kapcsolatban, ugyanis annyira szeretne gyereket. De legyen elég ennyi egyelőre ebből a témából, ez csak egy újabb bizonyíték annak, hogy a világ megőrült, és az emberiség az rohan lefelé a lejtőn a végzete felé. Nem akarunk én megbántani senkit, ha valaki esetleg úgy gondolja, hogy ez normális, akkor én kíváncsi lennék a magyarázatra, hogy milyen az a dimenzió, illetve hogyan lehet gondolkodni úgy, hogy ez, ami történik, ez, ez a normális kategóriába tartozzon. Nem, nem hasznosnak találtátok ezt a videót, osszátok meg, lájkoljátok a tartalmainkat, ezzel hozzájárulhattok a csatornának a működéséhez, illetve hogyha még inkább szeretnétek, akkor támogathatjátok akár az Infobából, akár a Yahoo! útja működését, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, illetve weboldalaink segítségével. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, hamarosan folytatjuk. Addig is mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!